Kicsi, nagy és közepes kutyusok. Egyben azonban mind megegyeztek. Ha a sétáról volt szó, boldogan indultak neki. A győri menhelyen 6. alkalommal rendezték meg az állatok karácsonyát. Sokan látogattak ki a telepre, hogy egy kis törődéssel szebbé tegyék a kutyusok napját. Megérdemlik ezek a kutyák a törődést, mert hát közeledik a karácsony, meg hát kidobták őket, és ennyit igazán megérdemelnek, hogy elviszik őket sétálni. Nem szeretném, hogy bezártságérzetük legyen, legyen egy kis szabadságérzetük, nem akarom, hogy megőrüljenek, hogy mégis 4 fal között. Juditték takarókat, párnákat hoztak. Náluk a családban nagy hangsúlyt kap az állatok szeretete. Nagyon fontos, hogy a gyermekeink példát lássanak maguk előtt, hogy az állatok szintén a föld lakói, és ők velük is, hát a társaink. Kell bánni. Idén is nagyon sok balesetes kutyát hoztak a menhelyre. Köztük volt Lucky is, aki ma már boldogan szaladgál, pedig rossz bőrben volt, mikor rátaláltak. Ő rajta is, mint jó néhány másik kutyán, csontműtétet kellett végrehajtani, neki a csípője is és a lába is el volt törve. A menhely befogadó képessége sajnos véges. Jelenleg több mint 200-an várnak gazdára a telepen, idősek és kölykök egyaránt. A legnagyobb segítség természetesen az, hogyha valaki örökbefogad egy állatot, hiszen ezzel kettőt ment meg, mivel a befogadott állat helyére is tudunk egyet menteni az utcáról, vagy éppen be tudunk fogadni egy kidobásra váró állatot. Ezek az állatok csak szerető családra, meleg otthonra vágynak. Talán ez a nap jó alkalom volt arra, hogy megnőjön az emberekben az örökbefogadási kedv.